Sziasztok, és üdvözöllek titeket a mai Sims 4 gameplayben. Nagyon-nagyon remélem, hogy ma már el fogunk jutni oda, hogy fel tudjuk növeszteni a tipegőinket, mert egyszerűen rémálom ez a tipegő fázis, és nagyon szeretném, hogyha végre tudnánk haladni, és meg fogok próbálni Aaronnak és Rániának is haladni egy kicsit a skilljeivel. Ugye most logika és karizma skillt kell fejlesztenie Aaronnak, úgyhogy meg is kérjük, hogy gyakorolja a beszédét, ő most egészen jól van, és akkor megnézzük, hogy a kicsiknek mire van ma szüksége, milyen skilleket, illetve milyen skilleket kell még fejleszteniük. A gondolkodás Connornak már majdnem 3-as szinten van, ki is adjuk neki, hogy játszani egy kicsit a kockákkal, és szerintem nagyon gyorsan fel tud fejlődni majd 3-as szintre, illetve utána elküldjük a Billy-re, mert az az, amivel még nagyon kellene haladnia. A kommunikáció majdnem fullon van, a movement majdnem fullon van, úgyhogy az imagination szerintem utána a nagy plusszel szinte azonnal fel tudjuk vinni, és akkor megnézzük, hogy Aurora hogy áll. Ő már mindennel 2-es szinten van, és ugye neki is kéne a potit meg a gondolkodást fejleszteni. Úgyhogy akkor először is őt elküldjük bilizni, és utána pedig, hogy játszon, nem, játszon a kockákkal. Ő is, aztán tulajdonképpen megkérhetné Rániát, hogy segítsen neki játszani a kockákkal. Connornak már nem kell, mert ő annyira már fullon volt a gondolkodásban. Aha, ő neki meg is van elvileg a 3-as szint. Nagyon jó. A kommunikációja és a gondolkodása is 3-as most már, úgyhogy Connor le is szedjük erről, és megkérjük, hogy menjen bilizni, és akkor tulajdonképpen ezt a cuccot majd lassan be is rakhatjuk az inventoringba, mert már feleslegesen van itt. Connornak egyébként eléggé kell pisilni, nagyon remélem, hogy elér még odáig. De úgy tűnik, hogy sikerre jártunk. Aaron mindjárt szintet lép karizmából. A logikát fejleszteni nem annyira nehéz, ez a karizma az eléggé nehézkesen megy. Most viszont a bilizést szerintem egész jól fogják tudni itt fejleszteni. Tulajdonképpen az maradhat majd a legvégére. Amikor már minden más megvan. Na, Aurora meg is van ezzel. De hát Aurora semmit nem haladt a bilizéssel. Ezt nem is értem. Egyáltalán semmit nem ment föl a bilizés skillje, és szerintem semmit nem csinált konkrétan a bilin. Úgyhogy most nem érdekel minket, hogy kell-e neki, vagy nem, elküldjük még egyszer. Jaj, nagyon-nagyon örülnék már neki, hogyha eljutnánk a gyerek fázisba, mert annyira kiakasztó, amikor toddlerek. És tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy mázlim van, hogy rögtön az első két gyerekünk örökös lett. Na, hát Raniet megvárjuk, hogy befejezze a kajálást. Utána megkérjük, hogy takarítson el Connor után. Na nézzük, hogy Connornak akkor mi kell tulajdonképpen. A movementje, de azt felvisszük set perc alatt, úgyhogy akkor foglalkozzunk az imagination-nel. Ó, szomorú, mert bepisílt. Na, elvileg az imagination-t talán valamelyik interakcióval lehet fejleszteni, ami ide a dinóhoz köthető, de mindjárt megnézzük, hogy melyik kell. A kommunikációja fejlődik, de az imagination-t nem látom, hogy menne föl. 18%. Most megnézzük, hogy hallad-e bármit attól, hogy megnézi, hogy ez micsoda, vagy... Hát nem akarom, hogy megüsse, mondjuk ölelgesse meg egy kicsit, de lehet, hogy ettől csak a kommunikációja megy följebb. Akkor viszont... Hát, most nem tudom, hogy az imagination-t az csak könyvekből tudja fejleszteni, mert úgy tűnik, hogy ezzel nem. Vagy azzal tudom, hogyha ilyen kisebb játékokkal játszik. Aha, toys, dolls, listening to music. Or looking at toddler books. Most nem ennyi, amíg aludni, majd mindjárt elküldünk, csak most megnézzük, hogy mivel tudod a kommunikációdat fejleszteni, úgy alapvetően. Kids radio-t bekapcsoljuk. És tulajdonképpen mit csinál? Na és akkor erre megmondjuk, hogy hallgassa a gyerekrádiót, és akkor megnézzük, hogy... Na Rániát meg közben megkérjük, hogy ezeket takarítsa ki.
Na, Connor most hallgatja amúgy a gyerek rádiót, mert akkor megnézzük, hogy megy-e föl tőle a... Á, aha. Jó, szóval ez... Ez királyság, egyszerűen csak majd megkérjük, hogy hallgassa a zenét. Aztán majd, ha már nagyon fáradt lesz, akkor elküldjük. Szegény Áron már teljesen ki van ettől, hogy folyamatosan a karizmáját fejleszgetjük. Nem baj. Na, még egyébként... Szerintem simán bír még Connor egy kicsit. De jó, eddig bírta, viszont annyit még, hogy adunk neki egy gyorsan valamit enni, mert ha nem adunk neki semmit, akkor fel fog ébredni az éjszaka közepén arra, hogy rettenetesen éhes. És akkor utána megengedjük már neki végre, hogy elmenjen aludni. Na. Zseni a 12 óra múlva dolgozik. Hát nem tudom, hogy most már van-e értelme playfullá tenni, de azért próbáljuk meg. Szerintem ezt közben kell, miközben csinálja az interakciókat egyébként. Na, viszont Connor nyugodtan mehet aludni, ki is adtuk neki, hogy menjen, úgyhogy nem tudom, hogy ezt miért írta fel. Ja, mert ott eszik, értem, akkor miért írta felül. Jó van, az fontos, hogy felmenjen a kajája, mert aztán felébred az éjszaka közepén, és ott fog dühöngeni, hogy nincs mit ennie. Úgyhogy, ha megkajált, akkor nyugodtan mehet aludni. Jó, Renia most már playful. A babysitter elhív minket bulizni, taps-taps. Jó, és Rániával igazából szuperül vagyunk. Aha, ezt a közben kellett volna a playful módot, mert így most ezt nem kaptuk meg. De nem hiszem, hogy holnap elő fognak minket léptetni, mert éppen most sikerült előlépnünk. Úgyhogy, hát igazából semmilyen nincsen lent Rániának már, úgyhogy megkérjük, hogy menjen aludni. És... Hát Áron most confident lett, úgyhogy emiatt gyorsabban megy fel a karizmája, úgyhogy most nem rángatom el, talán még addig kibírja pisilés nélkül, amíg felmegy a szintje. És akkor utána szegénykét engedjük már aludni, mert biztos nem mókás, hogy egész nap beszélt a tükör előtt saját magához. Igen, hát a fánya is eléggé lent van, az éjsége is lent van, szóval a szegénynek. Nagyon remélem, hogy nem dolgozik. Nem, 3 nap múlva dolgozik legközelebb, úgyhogy majd alhat, ameddig akar. Jó. Na, jó, legalább most már nem fog bepisilni. Úgyhogy tudom, hogy nagyon utálsz engem, Áron, viszont mivel éppen konfident, és amiért gyorsabban töltödik a skillje, ezért megpróbálom ezt a keveset már feltornázni vele. És akkor utána a logikáját kell majd, az nem annyira vészes, hogy csak le kell ültetni majd a sakkasztalhoz. Jó, akkor... Jajjaj. Szerintem most nem menj aludni, hanem egyél valamit. Mondjuk ezt. És aztán egy kicsit elküldjük játszani, mert különben... Nagyon utálni fogja az életet is, és akkor utána mehet aludni. Nem fogom feltornászni teljesen, csak legalább mondjuk itt sárgába vagy a zöld aljáig a fánnyát, hogy ne legyen nagyon... tense. Igazából már mennie kéne aludni, mert 4 óra van, szóval lehet, hogy most akkor hagyjuk ezt a... Remélhetőleg a fánya felmegy alvás közben. Álmodik valami szépet, vagy ilyesmi. Cleanup, nem kell, köszi, nem kell, hagyd csak ott. Jó. Menjél aludni. És már azért így 4-kor nem árt. Pont ezt csináltam egyébként én is tegnap. Kb. 5-kor sikerült aludni mennem. És olyankor olyan rosszul alszik az ember egyébként. Na kiébredt fel, persze, hogy Aurora, mert este óta gyakorlatilag alszik, már mint én este 8 óta kb. Na jó, neki lent van a bilizése is, most megpróbáljuk elérni, hogy ne pisíjen be, hanem elmenjen a pottira, mert azon nem nagyon tudtunk mit fejleszteni tegnap. Na, Ránia nagyon jól érzi magát, akkor őt meg is kérjük egyébként, hogy főzzön valamit, mert nem nagyon van már semmi. Úgyhogy csinál egy reggelit, amit aztán Aurora is megehet. A többiek meg még alszanak egy kicsit. Na és közben, ugye megy a Kids Radio, úgyhogy Aurorát meg tudjuk kérni. Hogy majd hallgassa.
És akkor remélhetőleg megy fel az imagination-je, ami neki kettes szinten van már. Na hát ez szép volt és nőies. Most már mindjárt 50%-on van a bilizése. Oh. Jó, ennyi, és akkor azt mondjuk neki, hogy listen to kids radio. Ezzel most a movementje nem nagyon fejlődik. Nem tudom, hogy mivel lehetne a legeslegjobban fejleszteni az imagination-t. Lehet, hogy azzal, hogyha valami játékot adunk ki neki, mert ezzel úgy látom, hogy nem nagyon fejlődik. Az a baj, hogy ezzel nem tud. Hát akkor megnézzük, hogy a családi inventoriban mi van még. Mert ott voltak játékaink, arra emlékszem. Ezek kutyajátékok. Ja, és tényleg innen elkerült a kutyatálka. Aha, ezt ide visszatesszük. Nem, úgy tűnik, hogy nincsenek már gyerekjátékaink, vagy lehet, hogy valakinek az inventoriában ragadtak, úgyhogy akkor nézzük is, hogy mit tudunk ide lerakni valami. Nem tudom, mi ez a kis brunyó izé, de ezt ide lerakjuk, és akkor ezzel tudnak majd játszani, mondjuk, mit tudom én. Lerakjuk ide. Teljesen mindegy, meg lerakunk egy kis mar... Akkor nem. Lerakunk egy kis pillangót, mondjuk, az még úgy jó lesz. Rakjuk ide a szülők szobájába, na. És akkor megkérjük Aurórát, hogy ezzel játszon. És akkor ezzel szerintem fejlődni fog a imagination-je is. Majd aztán már nagyon éhes, akkor, vagy, illetve már ránia készen a kajával, mert már látom, hogy nagyon éhes. Akkor majd elküldjük enni. Na, ezzel egy kicsit jobban tudjuk a imagination-jét fejleszteni. Jó, meg is kérjük, hogy vigyen egyet. Ha elrakja az inventoriába, az se nagy baj, majd onnan előveszi, aztán később. Nagyszerű, 194 színvonalont kapott Ráni a tegnapi munkájáért. Ennél szerintem egyébként többet szoktak keresni, nem? De mi van, te a földön eszel, Aurora? Miért nem ülsz az asztalhoz? Ja, mert nem tud. Mert még csak egy toddlár. Jaj, Renének meg közben dolgoznia kell, úgyhogy meg is nézzük, hogy mi a mai feladatunk. Legyen playful, nagyszerű, és 5 különböző színmel legyen vicces. De most szerintem itt se tudunk viccesek lenni, mert viccesek se tudunk lenni a gyerekekkel. De akkor Renét először is megkérjük, hogy nézzen comedy-t, és akkor attól playful lesz. És mivel ugye az kell a napi tevékenysége végzéséhez is egyébként, szerintem akár el is érhetjük holnapra, hogy előléptessenek, hogyha mindent megcsinálunk, amit kért tőlünk a főnök. Na ne mosogass, könyörgöm már, Ránia. Most átült máshova enni? Nem, most nézzél comedy-t, most neked dolgoznod kell, ne figyelj másra. És a playful lesz. Hát, hogy funny legyen, ugye megnézzük, hogy tud-e. De tud funny lenni, ez nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy akkor 3 különböző színmel ezt meg is tudjuk csinálni. Ez nagyszerű. És akkor majd ide kimegyünk és keresünk magunknak 2 címet, akivel meg lehet ezt csinálni. De nem lett nagyon playful egyébként még. Na, szuper, most már playful. Na, itt van Áron egyfelől. Áronnal csinálunk valami funny-t. Mondjuk egy inside joke-ot. Addig ezt le is lőjük, mert ezek már nem kellenek neki. Na, illetve Aurórának kéne kiadni, akkor gyorsan, hogy menjen visszajátszani. Vagy ott van vajon az inventoriában? Aha. És akkor megmondjuk neki, hogy játszom vele. Dizzy. Megvan neki már azóta közben a 2? Nem, nincsen, nem csinált funny-t. Miért nem csinált? Jaj, de unatkozik. Ez nagyon félelmetes volt egyébként ez a zene. Na, mondjon neki egy ilyen knock-knock joke-ot. Jó, 2 megvan, és akkor ide kihívjuk. Á, itt van valaki. Az a jó, hogy a funny-ban ugye a funny introduction is számít. Csak várjon már meg minket. Mi a fenét csinálsz? Nem már! Aj, Ránia. Visszajött, jó.
Jó, elhiszem, hogy unatkozol. Na, hol van még valaki, akivel... itt. Neki is megmondjuk, hogy... Hú, valami... Nem szeretjük valamiért, de megmondjuk, hogy valami funny-t. Igen, látom, hogy itt valami sok... piros interakció van, amit meg lehetne csinálni, de neki is mondunk egy ilyen knack-knack joke-ot, bár nem szeretjük, de azért viccelődünk vele. Nos, miért lett angry? Ja, valami... Valakiről rájött, hogy alien. Na, viszont nem sikerült ez a dolog nekünk, úgyhogy akkor megkérjük ezzel a csajjal, és neki is mondjunk egy funny introduction-t, és akkor elvileg már csak Connor van hátra. Na, most hova? Ne, már elmegy. Na. Jó, 4, oké. Akkor viszont mondjuk neki, hogy jöjjön vissza haza. Na, Connor pont most ébredt föl, nagyszerű. Ő lesz az utolsó áldozatunk. Funny, tell funny story. Nagyon jó. És hát Connor nagyon éhes, de most vesz magának valami kaját, és szerintem ez nem fogja meggátolni Rániát abban, hogy közben tudjon neki mesélni valami vicces történetet, szerintem azt nyugodtan megteszi evés közben is. És az Imagination-nál nagyon jól állunk. Azt kell megnézni, hogy hogy van a bladder-je. Mert minél gyorsabban el kéne küldeni Pottira. Na, csináld meg, amit mondtam, aha. Balafoy Camus, Awavine, Figueni Dapsu. És egyébként playful is, úgyhogy nem tudom, hogy miért nem kaptuk meg itt ezt, hogy playfulok vagyunk. Oké, megvan. Kész is vagyunk. Na, viszont Rániát el kell gyorsan küldeni pisilni, mert eléggé kell neki. Xenofília. Oké. Na és utána, nem tudom Áron mennyire éhes, de mondjuk ő megehetné ezt a kaját. Na, Aurora mindjárt megvan a hármas szintjével, és akkor őt utána gyorsan is küldjük bilizni majd. És Connor elvette a... Ja, mert Connor még mindig éhes, úgyhogy akkor nem baj, mert... innen tud majd venni Áron. Jó, Aurora akkor ezt el is teheti, és mehet a Billyre. Még azt kéne a nehéz dolgok közül felfejleszteni, mert... Ja, még neki van a gondolkodás, de az már igazán nem lesz sok, mert... azzal már 66%-on vagyunk, úgyhogy... Aj, nagyon közel a cél, de egyébként szerintem kb. Az is közel van, hogy magától felnőjön. Nem, még 3 nap lenne. Na, a Connor is, hogyha evett, akkor majd elküldjük őt is bilizni. Oh. Na, a Rania mindent megcsinált, amit kellett neki, úgyhogy... Ma már nincs is több dolga. Na, és akkor Connornak is kiadjuk, hogy menjem bilizni. Szerintem most már teljesen fullom az éjsége, úgyhogy ha ezt nem fejezi be azzal, olyan nagy bajunk nem lesz. Na, Rania, takaríthatsz is a lányod után. Na, hogy állunk Aurórával? Na, mi van Áronnal? Nem, Bogi nem jön át soha többet. Bogi ezt elérte nálunk. Na, szóval... Hány százalékon van? 58. Hát... Jó, Aurórát még küldjük el játszani a... ezzel a shapes-el. És akkor megkérheti Rániát, hogy segítsen neki. Most itt mondjuk nem tudja tőle kidobni a kukába, és valamiért nem akar elmozdulni sehová. Ó, hát ez szuper, nem baj, kidobjuk. Nem tudjuk kidobni. De ki tudjuk dobni. Na, akkor még egyszer megkérjük, hogy... Ránia segítsen neki játszani ezzel a játékkal, és akkor elvileg gyorsabban fölmegy a gondolkodása.
Na nézzük Connort. Connornak nagyon sürgősen el kéne kezdeni játszani valamivel. Itt volt egy ilyen kis mütyűr cucc. Úgyhogy azt kiadjuk, hogy Connornak, hogy azzal játszani, és gyakorlatilag játszhat vele látástól vakulásig, mert... Most volt ő is ugye Milin, úgyhogy az egy ideig nem fog neki kelleni. De már tényleg a finishben vagyunk mind a kettőjükkel, úgyhogy lehet, hogy még a mostani részben fel is fogjuk tudni fejleszteni, most már tényleg gyakorlatilag csak a bilizésen múlik a dolog. Na, mindjárt, a gondolkodás az mindjárt felmegy Aurórának, és akkor neki már csak a poti van hátra. Hát akkor azt fogjuk csinálni, mint egy ilyen rossz hülő, hogy folyamatosan ráültetjük a Billyre, csak menjen már fel. Jó, megvan gondolkodás 3-as. Ezt gyorsan lelassítjuk az időt, ez így maradt. Illetve nem, inkább kérjünk ebben is segítséget, hogy hát, ha gyorsabban megy. Jó, Connor már 2-es szinten van az Imagination-ben. Aurora meg elálmosodott délután 5-kor. Jó. Na, vigyük a pottira. Áronnak kérjük, hogy takarítsa ki a WC-t, mert borzalmasan néz ki. És nem akarok hétfőig várni, amíg jön a takarítónő megint. Na, tudom, hogy... elég jelent van az energiája, de nagyon jó lenne, ha ezt a 30%-ot most már így egy próbálkozással meg tudnánk csinálni. 77, szóval most csak 23% kell neki. Nem? Na, akkor most az lesz, hogy megint megkéri Rániát, hogy segítsen neki. És akkor gyakorlatilag ezen az este már meg tudnánk ezt oldani. Hát szegénykének hasmenése van, vagy nem tudom, de... Tudom, hogy nagyon fáradt vagy Aurora, de ezt a pár százalékot... nem megyünk el most Csillával sehova. Szóval ezt a pár százalékot már nagyon jól lenne, fel tudnánk tornászni, és aztán utána másnap reggel, amikor felébrednek, akkor... akkor már rögtön fel is lehetne őket növeszteni. Tudom, Aurora, hogy nem szeretsz minket most emiatt, de ezt a 12%-ot mindenképpen fel kéne tornászni. Na, te ne csinálj semmit, hanem te is... kérd meg az apádat, hogy segítsen neked bilizni. Na nézzük Aurórát, hogy áll. 95%. Hát most már ha nem jön össze ebben az etapban, akkor is vissza fogom küldeni. Most már ezt a 2% maradt. Úgyhogy kedves Auróra, gyorsan még menj vissza. Most már tényleg csak annyira, még fölmegy a poti 3-asra. És akkor utána elküldjük aludni szegényt. Na! Szuper! És most már látom, hogy nagyon álmos szegény, úgyhogy kiadjuk neki, hogy menjen aludni, és akkor holnap reggel, amikor felébredt, akkor felnövesztjük mind a kettőjüket. Na, Connor megint ki kell, hogy adjuk neki, hogy kérje meg Áront, hogy segítsen neki bilizni, és akkor neki is fölmehet 3. szintre, és talán benne még van annyi a mai este alatt, hogy még fölvigyük 3-asra az Imagination-jét is, és akkor tök egyszerre föl is növeszthetjük őket, mint az ikreket kell, és így megsporoltunk magunknak 2 napot. Ó, elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy sikerült. Oké, neki is megvan. Ja, nem ezzel játszik, hanem ezzel a kis gyűrkével az inventoriában, és akkor Áront még annyira megkérjük, hogy ezt takarítsa ki. Na mi van? Mi baj, Connor? Menjél játszani. Áron pedig kitakarítja a Billyt. Jó, neki most már csak az Imagination van, ami jelen pillanatban 42%-on van, és utána szerintem nyugodtan mehet is aludni. Na arra is megkérjük Áront, hogy ezt törölje föl. Azon gondolkodom, hogy ebben a részben növesszük-e még fel őket, vagy kezdjük ezzel majd a következőt. Mert akkor lehet az, hogy felnőnek, és utána meg is változtatjuk őket. Annyira örülök, hogy a második generációban is túl vagyunk a toddler korszakon most már. Na, három meg itt közben táncikál. Na, mennyi kell még neki az Imagination-höz? Most már csak 21%. Úgyhogy ezt már most... ma este megcsinálja,
mondom, megcsinálja. Tessék játszani vele még egy picikét. Már csak ezt a 20%-ot fejlesszük fel. Aha, most már csak 7. És neki is meg lesz mindenből a 3-as. Nagyszerű. Jó, igazából ő is már csak álmos, úgyhogy még őt is elküldjük aludni. Aztán szerintem elmozdítom, vagyis elrakom az inventory-ba a toddler ágyakat, mert illetve azokat a gyerekágyakat is, amik nem kellenek, mert tök feleslegesen néz ki ennyire túl zsúfoltan a gyerekszoba, amikor összesen van 2 darab gyerek, úgyhogy amint felnöveztettük őket, az ágyakat is el fogom minden pakolni. Aaron, megnézzük, hogy hogy van. Aaronnak még egész jó az energiája, úgyhogy megmondjuk neki, hogy sakkozzon egy kicsit. Sőt, egyébként játszhatna. Ja, én azt hittem, hogy ez... Úristen, elfelejtettem a tesójának a nevét. Zoe. De ez nem Zoe. Egyébként őt megkérhetni, nem tudja megkérni, hogy... Invite in, ask to play chess. Niara! Sim doesn't have permission to... Aha, megmondom, hogy mert még nem ismerjük. Na, most játszik? Aha, most játszik velünk, tök jó. Még jó lett volna előbb fókuszált állapotba kerül, most, hogy belegondolok. Na, logikát fejleszkessed. Ja igen, először is az kéne, hogy... ponder moves. Tehát ő nem játszik velünk gyakorlatilag, ő csak beszélget. És akkor a ponder moves után pedig... Nem tud vele játszani, nem tud vele játszani. Na, a ponder moves után pedig megmondhatjuk neki, hogy játszom, mert akkor az már így felfejleszti egy kicsit a logikáját. És akkor utána, hogyha egy kicsikét így fejlesztettünk rajta, akkor elküldjük aludni őt megint. Mi van, eddig bírtad? Játsz már még egy kicsit. És még jól vagy. Az energiát sincsen nagyon lent. Csak a logikát kell felfejlesztenünk, és akkor őt is előléptethetik a munkahelyén. És friendly interakciókat kellene majd csinálnia még hétfőig. Szóval hétfőig jó lenne, hogyha fel tudnánk fejleszteni a logikáját, és akkor megcsinálnánk vele a napi feladatokat is. És akkor nagyon reménykedem benne, hogy elő fogják léptetni. Most már megvárjuk ezt, hogy felmenjen. Na és arra gondoltam egyébként, hogy ugye Aurora és az ő családja már nem ebben a házban fog lakni, szóval ezt a házat el fogjuk adni, és esetleg lehetne egy live-ban megépíteni a következő házukat, csak arra kéne figyelni, hogy majd megengedhessék maguknak. Tehát legyen annyi pénzük, hogy be tudjanak költözni, úgyhogy nem akarok nagyon full extras házat csinálni. Illetve hát írjátok be kommentbe, hogy hova szeretnétek, hogy költözzenek, hogy esetleg a San Maishunóba mennek, akkor ugye nem kell építeni nekik házat, mert ott lesz. Na, most megint 4:30 van, de most megmondjuk neki, hogy menjen aludni. Illetve nem, először is menjen pisilni. És akkor utána menjen aludni. És szerintem le is zárom itt ezt a részt, úgyhogy a jövő alkalommal azzal fogunk indítani, hogy felnövesztjük a gyerekeket, és átalakítjuk a külsejüket. Szóval... mindenképpen tartsatok majd velem abban a részben is, hogyha tetszett nektek ez a rész, akkor nyomjatok alatta egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek, illetve iratkozzatok fel a főcsatornámra is, és írjátok meg, hogy hova költöztessük legközelebb a szímeket, illetve hogy hova költöztessük majd Aurora családját. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, sziasztok!